Az ember felnőtt korában csak homályosan emlékszik azokra a hangulatokra, érzésekre és célokra, amik egy gyermek lelkében dolgoznak. A kisrácoknak és kiscsajoknak a suliban egy sor nénivel és bácsival van dolguk, e pedagógusoknak az a munkájuk, hogy irányítsák szellemi és fizikai fejlődésüket. E szakmához a belépő, hogy beszéljék a gyerekek nyelvét. Akkor volt jó, mikor megfogtad. Ha ki tudod ütni, akkor ne oda elé üst, oldalra üst ki, valamelyik oldalra. Mert ha odaütöd a befutó csatár elé, akkor az így berúgja. Tehát próbáld oldal. Amit tudsz, megfogjál meg. Legyél bátor. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. Gyimesi László, szakmai néven Laci bá. Olyan pedagógus, aki 100%-osan birtokában van egy képességnek. Érti a gyermekek nyelvét és érzéseit. Nagyon jó játszol. Na, jól van. Igyál egy kis vizet, jó? És akkor meg fogsz nyugodni, jó? Sokszori egyeztetés után sikerült olyan időpontot találni, amikor Laci bácsi kameránk elé tudott állni. A forgatás napján éppen területi futballbajnokság zajlott az Etalon sportiskolában. A második osztályos kisrácok halál komolyan vették a játékot, náluk talán csak a szülők voltak kevesebbek. Laci bácsi nehezen hagyta ott a pálya szélét, hogy leüljön velünk beszélgetni, mert tanítványai fontos meccset játszottak. Én mindenkibe tehetségesnek gondolok, és a tehetséget keresem. És azt nézem, hogy hogyan tudom önmagához képest támogatni, segíteni. Tehát szerintem az is egy tétel, hogy túl korán senkiről nem szabad kimondani, hogy ő esetleg nagyon tehetséges, vagy akár a másik véglet, hogy egyáltalán nem tehetséges. Ugyanis a gyerekek egészen eltérő módon tudnak fejlődni. Van, aki nagyon gyorsan beindul, vannak ezek a, úgy hívjuk, hogy accelerált gyerekek, nagyon hamar eredményt is tudnak hozni. Vannak a retardáltabb, egy kicsit később érő gyerekek, azok hosszú távon hozzák az eredményeket. Tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget, hogy megtaláljuk neki azt a mozgásformát, azt a sportágat, ahol ki tud bontakozni, megtaláljon magát, és sikerélményt fog neki nyújtani. Meggyőződésem, hogy mindenkinél meg is lehet, csak ez idő, türelem kérdése. Ötven éve az olimpiákon még amatőr sportolókat láttunk, manapság meg még a világranglista végén is olyan profik állnak, akik hivatásszerűen tréningeznek. A mai sportolók nevelésének alfája és omegája a tehetséggondozás. Egész más, mikor úgy megnézzük az aranycsapat felvételeit, az aranycsapatról, vagy régi mérkőzéseket, tehát teljesen más sebességű volt az a játék. Ugye, ha megmérnénk számítógéppel, hogy most mennyit futnak a játékosok, és akkor mennyit futhattak, tehát ég és föld. Sokkal tudatosabb az utánpótlás képzés jelenleg Magyarországon, meg a világon is, mint valaha. Tehát azért egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, hogy elsősorban abban van különbség jelenleg, mint a régi időkben, hogy a gyerekek egyrészt egyre korábban kerülnek be a különböző sportágokban, tehát egyre korábban kezdődik el a kiválasztási rendszer, a képzési rendszer, és bizony egyre korábban kerülnek megmérettetésre is, tehát egyre komolyabb versenyekre. Azért ez régen ilyen mennyiségben nem volt, most viszont ez azért megváltozott, és egy kicsit ez úgy tűnik azért van, hogy a tehetségekért megindult a harc. Tehát mindenki megpróbálja a tehetségeket minél korább magához vonzani. Akár egy sportágról beszélünk, vagy akár egy szakosztályról beszélünk. És bizony ennek azért van némi kára is, mert nagyon sok gyerek ezért nagyon hamar kihullik a rendszerből. Tehát azok a gyerekek, akik nem hamarabb mutatják meg, hogy mire képesek, azok nagyon sokszor előbb hagyják abba a rendszeres sportolást, és elmennek valami más tevékenység irányába. Na most én ezt úgy látom a saját területemen, hogy én igyekszem mind a két oldalra odafigyelni. És a Laci bácsira és a Sanyi bácsira úgy figyelni, hogy mindent úgy kell megcsinálni, hogy ők mondanak, jó? De most inni azt, és azt hűteni magatokat, jó? Ráadásul óriási különbség van a gyerekek között, tehát van, aki előbb mutatja meg magát, van, aki később. Nem azonnal derül ki,
sok gyerekről, hogy ő miben és ő tehetséges. Tehát ezért kell arra nagyon törekednünk, hogy minél tovább fönntartsuk azt a rendszert, hogy mindenképpen rendszeresen mozogjanak, rendszeres testedzésbe vegyenek részt, járjanak versenyekre, még megmérettetésre kerüljenek, kerüljön helyére az önértékelésük, tehát olyan tulajdonságokat szerezzenek meg, ami az élet minden területén fontos, és ebből azért ki lehet alakítani nagyon sok mindent, akár egy élsportot is, ahol a világ tetejére is el lehet jutni. De nagyon fontos, hogy ezt lépésről lépésre kell tenni, nem szabad ebben kapkodni, nem szabad türelmetlennek lenni. A gyerekeknek nagyon érzékeny a lelke, nagyon jó kell velük pedagogizálni, nagyon fontos, hogy pszichológiailag is az ember felkészült legyen, jó kapcsolatot kell fenntartani gyerekkel, szülővel, kollégákkal. Tehát mindenre sokkal jobban oda kell figyelni. Annál is inkább, mert ha a régi viszonyokhoz nézzük, felgyorsult a világ. Tehát egy rendkívül gyors világban élünk, a szülők rettenetesen leterheltek, nagyon kevés az idő, és a gyerekekhez viszont óriási türelem kell. És hogyha lépésről lépésre haladunk, akkor biztos, hogy sokkal többre jutunk, mint hogyha valamit nagyon akarunk siettetni. Ha nálad van a labda, törekedj arra, hogy el tudjuk kezdeni a játékot. Akkor volt jó, mikor megfogtad. Ha ki tudod ütni, akkor ne oda elé üst, oldalra üst ki, valamelyik oldalra. Mert ha odaütöd a befutó csatár elé, akkor az így berúgja. Laci bácsi nem futballedző, leginkább testnevelő tanárnak vallja magát, mégis a futball az, ami miatt őt számon tartják. Amit az Etalon sportiskolában csinál, az lényegében futball utánpótlás nevelés. Az intézmény 1989-ben alakult, Gyimesi László azóta itt tanít. Az iskolának speciális programja van. Nagyon fontos az, hogy már 3-4 éves korban is azért lehet bátran sportoltatni egy gyereket, nyilván megfelelő formába, ott még nagyon kötődik a szüleivel, de akár a szülőt bevonva ezt nagyon szépen lehet csinálni, tehát mi már 3-4 éves kortól is foglalkozunk gyerekekkel. Úgy a kislányokkal, úgy a kisfiúkkal, nyilván ezek nagyon játékos foglalkozások, de meglepő eredménnyel. Tehát mi nagyon szeretjük, és úgy látom, hogy a gyerekek és a szülők is szeretik ezeket a foglalkozásokat. Nagyon sokan azután a mi iskolánkat választják ezek közül a gyerekek közül. Van egy alkalmassági mérés, aminek az a célja, hogy nekünk van egy adott helyünk, tehát mi csak annyi gyereket vehetünk föl, ahány férőhely van, tehát valamilyen módon egy sorrendet föl kell állítani, és ezek a gyerekek így kerülnek be az osztályokba, tehát már azért valami előképzettségük van. A mindennapjaik, mikor már bekerültek, úgy néz ki, hogy minden nap be van építve az életükbe a testnevelés óra, tehát mindennapos testnevelésben részesülnek, ami nagyon nagy dolog, és ez már délelőtt megtörténik, ráadásul nemenkénti bontásban van, tehát a kislányoknak egy más mozgásforma, a fiúknál is egy más mozgásfejlesztés történik, ebben is óriási lehetőségek vannak. Ráadásul arra is figyeltünk, hogy az iskola otthonba beépítve történjen, tehát a tanítási órákhoz passzoljon. Próbáljuk meg egyszerre! Mert ezeknél a gyerekeknél az is egy kulcskérdés, hogy hogyan terheljük őket. Most nem csak mozgásban, általában. A terhelés alakítása a gyerekek szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy minél jobban tudjanak teljesíteni. És bizony ebben a mozgás is nagyon sokat segít. Mindannyian tudjuk, hogy nem olyan jó több órát ülni egy padba és figyelni, koncentrálni. Igenis jó jön az a mozgás, főleg, hogyha ez fejlesztő jellegű. Tehát ezek a testnevelés órák mindenkinek minden délelőtt jelen vannak a tanrendjükben, és akkor jön a délután, nyilván az ebéd, jön a délutáni rész, ott is van egyébként tanulás, csak mi védett tanulási időnek hívjuk, és ott már szakirányú edzések vannak. Tehát ott már speciális a foglalkozás, mert a délelőtt az egy általános, az egy nagyon sokrétű mozgásfejlesztés, amiben a gyógytestneveléstől kezdve egy csomó preventív mozgás, egy csomó fejlesztés, több sportágnak a mozgásanyaga vegyítve van benne, erre épül a délutáni speciális vonal. A kislányoknál mi a ritmikus gimnasztikát preferáltuk, mert ebben a sportágban láttuk a legnagyobb lehetőséget ennek a korosztálynak, ahol a legnagyobb fejlesztési lehetőséget tudjak biztosítani. Gondolok arra, hogy a ritmikus gimnasztika az legalább annyira sport, mint művészet.
egyéni fejlesztés képzés biztosít, szerekkel megtanulnak bánni, csapatban megtanulnak gondolkodni, dolgozni, tehát egy óriási alapot ad. Tehát az indulásnak, induló sportágnak zseniális, a fiúk vonalán a gyermeklabdarúgás, ugye a futball az azért Magyarországon egy tradicionális sportág, itt hasonlóan be tudjuk építeni az egyéni képzést, egyéni fejlesztést, olyan technikai elemeket, amivel a gyerekeknek a fejlesztését tudjuk biztosítani, csapatjátékra, egy mindenkiért, mindenki egyért, tehát megtanulnak együtt működni egymással, egymásra odafigyelni, tehát rengeteg lehetőség van, a fejlesztési lehetőség van, itt arra kell gondolni, hogy nem feltétlenül csak rúgják azért a labdát, hanem van mozgáskoordináció fejlesztés, van, amikor pont olyan feladatok vannak, hogy éppen dobni kell, tehát a labdával egy általában megtanulnak a kisfiúk bánni. Ezen kívül a délutáni képzéshez, illetve az egészhez kapcsolódnak versenyek, versenyrendszerek. De ezek természetesen a korosztálynak megfelelő versenyekre. Tehát bizony már a kis óvodások is járnak versenyekre, nagyon élvezik, nagyon szeretik, nagyon készülnek rá. Óriási élmény gyereknek, szülőnek. És ez szépen megy korosztályonként ezek a versenyek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy átöleli a mindennapjaikat valamilyen szinten a mozgás. Tehát mi azt is keressük, azon attól függetlenül, hogy induló szakurányi sportágnak a fiúknál a labdarúgás, a lányoknál a ritmikus gimnasztika, azt is keressük, hogy ki még miben tehetséges. Tehát előfordul az, hogy valaki óvodás, kisiskolásként labdarúgásban indul el, és atlétaként fog eredményeket elérni később, de fordítva is előfordulhat, vagy ritmikus gimnasztikában indul, és atlétika. Hát a mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy közel 20 sportág, ami aztán a végén a mi gyerekeink ott tudnak lenni. De azt látjuk, hogy itt most már az évek tapasztalat alapján, hogy ez az alap, ez nagyon jó, hogy így indulunk el, mert nagyon sok lehetősége van a gyerekeknek. Hát a többségük azért azt lehet látni, hogy ott van az életükben végig a sport. Tehát van, aki ugye akár a válogatott kerettagságig eljut, külföldre kerül, van, akinek ez a tanulmányaihoz nagyon jól jön a rendszeres sport, van, aki testnevelésből érettségizik, felvételizik, esetleg ilyen irányba szeretne tovább tanulni, de nagyon sok területen tudjuk mérni ennek az előnyét. Arról nagyon keveset beszélünk, hogy egy mozgás az mindig egyúttal egy mentális fejlesztés is jelent. Tehát most már nagyon sok olyan módszer van, ami azt tanítja, azt mutatja meg, hogy hogyan lehet kint a sportpályán gondolkodni, tanítani a gyerekeket, ami a mindennapi életben is fontos és alapvető. A tehetségek kibontakozásához nagyon sok mindenre van szükség. Laci bácsi szerint erre az egészre nincs recept, és az adottságok és az edzők munkája mellett nagyon sok szerencsére van szükség. Nagyon sok minden kell, nagyon sok, nyilván a genetika az nagyon sok mindent eldönt. Tehát azért azt be kell lássuk, hogy a genetikai adottságok, amit az őseinktől hozunk magunkkal, az már sok mindenben meghatározó. Nagyon nagy része van az akaraterő, az áldozatvállalás. Tehát a legnagyobb, volt szerencsém külföldön is járni, és profi kluboknál is egy kicsit tanulmányozni az ottani képzéseket. Az elején sok helyen nem is a tehetséget említik, hanem inkább az áldozatvállalást, az akaraterő, a szorgalom, mennyire áll a család a sportoló mögött. Tehát nagyon összetett ez a kérdés, és azt is el kell mondani, hogy bizony nagyon nagy szerencse is kell. Tehát rengeteg szerencsés motivum is van. Nyilvánvaló,
akárkit megkérdezzünk, aki az e-sport tetejére jutott, nagyon sok érdekes történetet hallhatnánk. Tehát erre egy szabály egész biztos, hogy nem létezik, de az biztos, hogy azok az emberek, akik oda kerülnek, ők átlagon felüli emberek. Tehát átlagon felüli képességűek, nyugodtan mondhatom, hogy géniuszok valamilyen szinten, de nagyon sok segítséget is kaptak. Tehát ott egészen biztos, hogy ott van mögöttük egy támogató közeg, egy család, egy nagyon jó edző, vagy sok edző, aki dolgozott velük. Laci bácsi a pálya szélén, amint azt remélem látják, rendkívül temperamentumos ember. Szenvedélyesen instruálja a gyerekeket. Ez persze nem azt jelenti, hogy olyas valakivel lenne dolgunk, aki nagy mellénnyel hangoztatja eredményeit. Laci bácsi kedves, szerény ember. Nem kell a kapustól ennyire félni, jó? És bátrabban lőjük meg azt a labdát. A saját helyemet úgy látom ebben a rendszerben. Én egész a kis óvodásoktól kezdve, a kisiskolás koron, a kamaszokon keresztül, akár a felnőttekig is szívesen foglalkozok sportoló vagy sportolni vágyó emberekkel, de mindenhol arra próbálok elsőbben törekedni, hogy ott maradjanak a sportba, legyen ez az életük része, és természetesen abban a pillanatban, ahogy látom, hogy kik azok, akik tovább tudnak jutni, és magasabb szinten tudnak sportolni, és oda is meg tudjam adni a segítséget, akár oda állítani őket a dobogó tetejére, mert ez mindannyiunknak a közös öröme. Nagyon sok minden örömmel és büszkeséggel tölt el. Azért elsősorban én testnevelő tanárnak tartom magam, és a természetesen edzői munkám is nagyon fontos, és nagyon régóta dolgozom, mint edző. Direkt figyeltük, egyetlen egy kidobásod, kirúgásod nem ment, minden ellenfélhez ment. Az nálam úgy jelenik meg, hogy azok a nagy dolgok, mikor közösen tudunk valaminek örülni. Tehát, akkor látom a gyerekek arcán az örömöt, a mosolyt, a szülőknek a boldogságát, akkor én is boldog vagyok. Az igazi nagy eredményt azért egy csapatban lehet elérni, úgyhogy olyan kollégákkal dolgozhattam és dolgozhatok együtt, akik rengeteg segítséget, támogatást adnak. Tehát, arra vagyok büszke, úgy mondhatnám egy mondatban, amit közösen érünk el, és közösen tudunk örülni. Természetesen aztán ezt le lehet fordítani úgy, hogy van jó néhány tanítványom, aki a válogatott kerettag, Európa-bajnokságon érmes lett, vagy aranyérmes, vagy ezüst, vagy bronzérmes, tehát ugye komoly karriert futott be a sportba így is, de én úgy gondolom, hogy mégiscsak talán ez a fontosabb, hogy a mindennapokban történt közös élmények, aminek együtt tudunk örülni. Én azt is nagyon fontosnak tartom, hogyha egy olyan gyerek, aki sokáig problémái voltak bármilyen mozgással, akár a futásával nehezebben futott, akkor ő megtanul jól futni, vagy jól dobni, vagy jól ugrani, vagy akár ha labdarúgásra példát mondok, hogy egy gyengébb őszi idény után egy nagyon jó tavasz idén produkál, és boldog, örül neki. Tehát ezek minden, tehát mondhatom, én minden nap érzek ilyen örömet, és ez egy nagyon jó érzés. Gyimesi László keze alól, amit hallották, számos kiváló sportoló került ki. Munkáját a kerület sportért érdemrenddel ismerte el. Az oklevelet majd becsben tartja. Nincs itt az iskolában, otthon van. Minden nap megmondom őszintén, annyira örültem, és annyira boldogsággal tölt el, hogy minden nap ránézek, tehát minden nap olyan helyen van, hogy olyan nap nincs, hogy ne lássam akár egy pillanatra. Tehát nem olvasom el, de ott van, ránézek és látom, és nagyon nagy örömmel tölt el ez az elismerés. Talking.